Nyissuk újra Magyarországot, de ésszel! Lassan egy éve érkezett meg a koronavírus Magyarországra. Az Orbán kormány viszont nemhogy az emberek egészségét, de a megélhetését is alig tudta megvédeni. Orbán Viktor strómanjainak jutott pénzügyi támogatás, csak éppen a hétköznapi embereket felejtették el megsegíteni. Ezt a gazdaságvédelmi csődöt szimbolizálják itt a kiadó, vagy éppen csőd szélén álló boltok, éttermek, kifőzdék itt a Rádai utcában. A helyzet súlyos. Teljes szektorok kerültek az összeomlás szélére, és további munkahelyek százezrei szűnhetnek meg, ha nem enyhítjük azonnal a vendéglátóipar, a szórakoztatóipar és a kulturális szféra problémáit. A jelenlegi szabályozás ráadásul sok szempontból értelmetlen. Miközben maszkban nem lehet kiülni egy étterem teraszára, vagy 8 után nem lehet már lemenni a párunkkal sétálni, addig a 7 órás boltzárral egy helyre terelnek össze mindenkit, aki a munka után vásárolna be. A Momentum azt javasolja, hogy nyissuk újra Magyarországot, de ésszel, egy átlátható nyitási tervet követve. Arra kérjük a kormányt, hogy hajtsa végre a Momentum 5+1 pontos nyitási tervét, ami a következő. 1. Tolják ki a kijárási korlátozás kezdetét este 10 órára. 2. Ezzel együtt a boltok nyitvatartását hosszabbítsák meg este 9 óráig. 3. Nyissák meg a szabadtéri vendéglátóhelyeket és piacokat 50%-os kapacitással. 4. Nyissák meg a mozikat és a színházakat csökkentett kapacitással. 5. Engedélyezzék a belföldi turizmust, vagyis csökkentett kapacitással ugyan, de nyissák újra a szállodákat, a hoteleket és a vendéghelyeket országosan. +1. Mindenkit, akit már beoltottak, kapjon COVID-igazolványt, amivel mentesül mindenféle korlátozás alól. Vessünk véget a teljes bezártságnak, és mentsünk meg több százezer magyar munkahelyet. Nyissuk újra Magyarországot, de ésszel!